regeneratív medicínák blokkunkat látják most, és bár már magyaráztuk maga a regeneratív medicína fogalmát, most még hozzáteszünk hármat. Prevenció, kuráció, rehabilitáció. Mindenek előtt nagy szeretettel üdvözlöm Miskó József egészségnagykövetet, és hát most is várjuk Öntől a sok-sok hasznos jó tanácsot. Örülök, hogy itt van. Én is köszöntöm újra a nézőket. Remélem, hogy aki ma is úgy döntött, hogy nézi a műsort, az újra gazdagabb lesz egy-két jó tanáccsal, hogy mit is kell tennie azért, hogyan gondozza azt a testet, ami évtizedekig szolgálja az ő jólétét, életminőségét, és gyakorlatilag ezt hogyan tudja majd megőrizni. Azért érdekes ez a dolog, mert általában kiragadunk valamit, és azzal foglalkozunk. Jaj, hogy lehetne megelőzni, hogy betegek legyünk? Ha betegek vagyunk, az a baj, hogy na most ezt gyorsan gyógyítsuk meg, aztán majd lesz valami. Hát és a rehabilitációt meg szeretjük úgy elfelejteni, szőnyeg alá söpörni. Úgyhogy én arra kérném, kedves József, hogy beszéljünk erről a tudatosságról, hogy tudjanak az emberek mindenről, és hogyan építsék föl az egészségüket, a közérzetüket. Ez egy új megközelítése az emberi szervezet működésének, az létünknek, az életminőségünknek. Egy picit azt tudom mondani, hogy paradigmaváltásra van szükség gondolatainkban és cselekedeteinkben is. A regeneratív medicina az, ami egy termékcsalád, egy komplex módszer, de ahhoz, hogy ténylegesen olyan életminőséget éljünk, teljesen mindegy, hogy hány évesek vagyunk, ahhoz ismerni kell alapdolgokat. És ez az a család, ami azt mondjuk, hogy csak akkor lesz eredményes mindenkinél, ha ismeri azokat a legalapvetőbb funkcionális működéseket az emberi szervezettel kapcsolatban, amiről eddig nem nagyon beszélgettek semmilyen fórumokon. Mi a lényege? Ugye a lényege ott van, hogy az emberi szervezet 25 éves korig az ősejtekkel épül fel. 25 éves korban történik egy váltás, onnantól kezdve biológiailag az emberi szervezet elkezd már visszafelé forogni, hiszen az ősejtek már nem aktívak, ezért mindig egy úgynevezett másolt vagy kicsit használt sejtek kezdek bennünket építeni. Aztán kiderült az is, hogy az enzim háztartásunk is leépülő félben van, holott nagyon fontos, mert az enzimek nélkül nincsenek vegyi folyamatok a szervezetünkbe, nem működnek jól. Aztán ugye a használat során az úthálózatunk is, a keringési rendszerünk, a kardiovaszkulális rendszerünk is sérül, egyre rosszabban teljesít, és nem utolsó sorban a negyedik terület, ugye az immunrendszerünk is, nem tudja már kivédeni a külső hatásokat, vírusok, bakteriális hatások, és többször ugye megbetegszünk, vagy legalábbis gyengélkedünk. Na most ez az a módszer, amire azt mondjuk, hogy ez az alaprregulációt teszi helyre az emberi szervezetbe. Tehát ezeket az alaprendszereinket kezdi el újra építeni, és itt jön az, hogyha az emberek nagyon sokszor ugye azt mondják, hogy hát én igazából jól vagyok, nem érzek még semmit, úgy érzem, hogy jól működik a szervezetem, de már a testen látszik, a külső jeleken elsősorban, hogy azért már elmúltunk 25 évesek egyszer-kétszer. Na most itt jön az a csapda, hogy az emberi szervezet azért belsőleg mindig igyekszik korrigálni a hibákat. Ezt nevezzük belső rehabilitációnak. Nem arra gondolok, amikor valakinél bekövetkezik egy traumatikus eset, főleg törések, zúzódások, mozgásszeri panaszok, és akkor ugye elmegy rehabilitációra, súlyfürdőt vesz, fizikoterápiás kezelést kap, egyebeket, hanem ami a szervezetünkben zajló folyamatok, és azt a szervezet tudja azonnal korrigálni. A regeneratív medicina ebbe egy új dolog, hiszen amikor beindítjuk újra 25 éves kor után azt, hogy ősejtek építsék a szervezetünket nap mint nap, másodpercenként, ez a legjobb rehabilitáció ilyen szempontból. Hiszen mindig új és eredeti fog működni a szervezetünkbe. A prevenció egy ismert szó, megelőzést jelent, de a mindennapokban mit akar? Nagyon sokan úgy gondolkodnak a prevencióról, hogyha
valamilyen készítményeket eszik, itt elsőbben vitaminokra, ásványokra, antioxidánsokra, nyomelemekre gondolok, akkor azok igazából a szervezetet megvédik a később keletkező funkciózavaroktól, magyarul nevezhetjük betegségek. Ha ez így lenne, akkor ha csak a statisztikákat nézzük, akkor nem növekedne folyamatosan a krónikus betegségben szenvedők száma. Akkor nem növekedne az autoimmun betegségekben, autoimmun betegséggel küzdők száma. Tehát itt kell egy kicsi olyan váltás, hogy szükség van ezekre az anyagokra a működéshez. De mikor alapfunkciókról beszélek, tehát enzimhiányról, működési zavarról a különböző szerveink területén, oda már egy alapreguláció kell, és ez a készítménycsalád ezt állítja helyre. Tehát a működési zavar teszi helyre, és visszaáll, vagy legalábbis közelít visszaállítani az eredeti állapotot. Mit értek alatta? Elkoptak az ízületeink, tehát a porcaink, fájnak az ízületeink, akkor szép lassan elkezdi visszaépíteni. Vagy kialakul a diabetesz. Ez ugye akkor szokták javasolni, hogyha még nem szükséges, egy kis diétával lehet kompenzálni a problémát, de ettől még a probléma nem oldódott meg. És ilyenkor elkezdi visszaállítani azt az állapotot, tehát megtámogatja a hasnyálmirigy sejtjeinket, amelyek újra jól fognak működni, és a diétával együtt a szervezet visszaállhat az alaphelyzetre. De ugyanígy beszélhetek az egyéb testi problémákról is. Itt még egyszer mondom, elsősorban azokról a betegségekről beszélek, amelyeket úgy nevezünk, hogy krónikus betegségek. Ennek a mérséklése, stabilizálása vagy visszafelé fordítása. Mi a szerepe a természetgyógyásznak, a tanácsadónak a prevencióban? Tehát, mert az emberek, ahogy az előbb mondta, csak úgy élnek. Tehát mit tehet, vagy mit mondhat? Hát ő elmondhatja, sőt nagyon jó lenne elmondani azt, hogy az étrendváltással, azzal, hogy az emberek elfogadják azt, hogy ami eddig rendelkezésre állt, tehát ezek az úgynevezett étrend kiegészítők, már nem tudják betölteni olyan hatékonysággal a szervezet működésének a fenntartását, mint ez a módszer. Tehát, hogy megismertetik az embereket azzal, hogy mit jelent újra beindítani a szervezetbe az ősejteket, mit jelent az, hogy a mikrobiom állományunkat fel kell újra építeni, mit jelent az, hogy az enzim háztartásunkat 25-30 éves kortól külsőleg kell támogatni, mert itt egy nagyon érdekes tanács, hogy az enzim háztartásunkat, vagy az enzim állományt a szervezetbe nyers ételekkel tudnánk a legjobban újra fenntartani. De hát kevéset fogyasztunk belőle. Nagyon sok nyers étel is már egy kicsit úgy mondom, hogy veszélyes, hiszen tartalmazhat olyan anyagokat, amelyek a szervezetünknek nem kedvezőek. Meg mire hozzánk elkerül, igen, már nem is friss. Igen, nem is friss. Tehát ezért szükséges, hogy a szervezetet ne terheljük azért, hogy van itt enzimet állít elő. Most legtöbbször elsősorban a szervezet az emésztő enzimeket csoportosítja át, hogy úgy mondjam, és ilyenkor jön az, hogy elégtelen lesz az emésztés, bontatlanul megy a gyomorból a vékony bél felé az élelmiszer, ami ugye egy lugos közeg, innentől kezdve visszafelé áramlik egy kicsit a lug a gyomorba, ettől lehet úgynevezett gyomorsav elégtelenség vagy túltengés, és refluxnak nevezik, mert bontatlan, főleg fehérjét vihet tovább a szervezet, és ezeket kell külsőleg megtámogatni. Most a medicina ugye ezért négyes termékcsalád, mert mindegyik rendszerünkre odaadja a kézenfekvő megoldást. Még egy mondatban csak, a prevencióhoz tartozik az állapotfelmérés is, vagy az még azt megelőzi? A prevencióhoz hozzá kéne tartozni egyébként arra, hogy tisztában legyünk, hogy a szervezetünk jelenleg milyen fizikai állapotban van. Mondok egy példát. Nagyon sokan ugye fogyasztanak, mint említettem, étrend kiegészítőket, azzal a korábbi, azt a korábbi trendet követve, hogy ezek segítenek. És mikor van egy ilyen állapot lekérdezésnek nevezném inkább, és kiderül, hogy nagyon sokféle étrend kiegészítőt, vitamint vitt be, de nem hasznosult. És ezt észre se vette még, csak azt, hogy kicsit fáradtabb, még nincsenek funkciózavarok a szervezetben, hogy a sejtmembránok bemerevettek,
és ilyenkor kap egy képet, hogy te jó ég, hát nem ezzel kell segíteni a szervezetet, hanem induljon el, építsük újra az ősejteket, amiben a szervezet úgy fog működni, hogy 25 éves kortól használt, elhasznált sejtjeink helyett egy kevésbé használtat épít be a szervezet, innéttől kezdve meg használt helyett eredetit. Tehát ez az a folyamat, ami megváltozik, akkor a sejtmembrán gyulladást rendbe lehet rakni, feltöltjük az enzim és mikrobiom háztartásunkat, és a szervezet funkcionálisan jobban fog működni. Tehát megállapíthatjuk, hogy a prevenció nagyon fontos dolog. Ezzel együtt sokan vagy nem tudnak róla, vagy akkor fordulnak már segítő felé, amikor ott a baj, tehát akkor most lépjünk a következőre, a kurációra. Igen, hát ez a következő, és azért nem beszéltem eddig róla, ugye, mert a szervezetben meglévő öngyógyító mechanizmus, önregulációs mechanizmus, ugye az a prevenciót szolgálja, illetve az azonnali rehabilitációt, amit észre se veszünk. De mivel ez elmarad, ezért jön sajnos a probléma, tünet, amit már betegségnek nevezünk, és ilyenkor is működik a komplett módszer, mert gyakorlatilag, mint mondtam, akkor elkezdi megszüntetni a szervezetbe kialakult működési zavart, amit már mondtam ugye, hogy javul a látásunk, a bőrünk megváltozik, rendben jön az emésztésünk, ugye, a feldolgozó rendszerünk. Kitisztul az úthálózatunk, itt mit jelent a dolog? Az ingadozó vérnyomás esetleg stabilizálódhat. Természetesen, aki már gyógyszereket fogyaszt, nem hagyható el bizonyos ideig, bizonyos mennyiség, intervallumig. De észrevehetően lehet csökkenteni a dózisokat, ezáltal, hogy a szervezet újraépül. Vagy amikor sérülés következik be, sportsérülés, vagy éppenséggel egy törés, akkor hamarabb segíti a szervezetnek az újraépülését. És mondok egy érdekességet. Én egyre jobban azt mondom, hogy a fiatalokat ösztönözzük arra, a 25-30 éveseket, hogy ők is kezdjék el ezt a módszert. Miért? Egy amerikai kutatócsoport megfigyelte azt, hogy sajnos a vetélések, vagy éppenséggel az, hogy nehezebben történt meg a fogantatás, az annak a következménye, hogy 30 év környékén már a placenta nem rendelkezik megfelelő mennyiségű őssejttel. Tehát nem hormonkezelés a megoldás ilyenkor, hanem elindulni az őssejt terápiával, az őssejt módszerrel, és fog rendesen működni a fogantatás is. Akkor nézzük meg, hogy mi is az a rehabilitáció. Valaminek a helyreállítása. Így van. Tehát a szervezet egyrészt automatikusan állítja helyre, korrigálja a kezdődő kis hibákat, itt is egy érdekességet. Ugye amikor az immunrendszerünket a készítmény negyedik csalával egy magas szintre tudjuk emelni, tehát mondjuk a T-sejteket, a B-sejteknek a mennyiségét és erejét. De szintén amerikai tudósok csináltak kísérletet, hogy elektromikroszkóppal figyelték azt, hogy amikor jó az immunrendszerünk, és a szervezetben azonnal keletkezik egy rákos sejt, a T-sejtek azonnal képesek elpusztítani a szervezet, úgyhogy az ember észre se veszi. Tehát ez jelenti a belső rehabilitációt. A külsőt meg az, hogy visszáll esetleg egy trauma után az eredetihez hasonló állapot. Mondok egy példát, ugye idős korban nagyon sokszor előfordul már a mozgásszeri panaszok. Nehezebben tudnak járni. És mi történik? Hónapok múlva, vagy akár egy év múlva azt teszik észre, hogy a mozgásuk visszállt, rehabilitálódott. Hát majdnem úgy mozognak, mint 10-20-30 évvel korábbi időszakukban, gyakorlatilag a módszer készítmény használata során. Akkor nagyon szalad az időnk, pedig mennyi mindent kéne még erről beszélni. Talán könnyebben megértenénk, hogyha erről az egész rendszerről egy-két tapasztalatot mondaná el. Igen, hát ugye nézők is ismerhetik Misi bácsinkat, a 74 éves fekvőtámasz Misi bácsi, aki továbbra is több mint 30 fekvőtámaszt tud már gyakorlatilag végezni naponta.
akkor remélem, hogy megismer... Ilonka nénire Ilonka is emlékszünk. Így van, aki ténylegesen visszanyerte mind fizikai, mind szellemi képességét egy olyan helyzetben, amit nagyon sokan nem. Akkor van egy 94 éves nyugalmazott főorvos, aki 2 éve alkalmazza a medicinát. Remélem, ők is meg fognak a nézők is ismerkedni. Tavaly újságolja, hogy figyelj ide, van egy kis kertem, amit 2 nap alatt tudtam rendbe rakni tavasszal. Most 4 óra elég volt rá, és fut szinte. Tehát 94 évesen. Fiatalabbaknál is nagyon sokszor tapasztaljuk ugyanezeket, hogy nagyon súlyos esetek esetében is javulás állt be a mozgásszerű panaszok, vagy egyéb például cukorbetegség esetén is visszafelé fordultak a folyamatok. Ezeket mind akkor azt szoktam mondani, hogy előbb-utóbb személyesen is lehet találkozni ezzel a nagyon sok esettel, de akár még a súly problémákat is, az alakváltozásokat is korrigálja a módszer idővel, mindenemű fogyókúra vagy testi-lelki tortúra nélkül. Erre is nagyon sok lábon járó példa van. Én azt tudom mondani, hogy a szemjavulások, amikor elmondják, hogy nézze, hát már komoly szemüvegeket kellett használnom, és 6-8 hónap, 9 hónap, 10 hónap, ugye ezt nem lehet tudni, hogy kinél, mennyi idő alatt fordul vissza a folyamat, és mondják, hogy látom az apró betűket. Itt van az, amikor mindig elmondjuk, hogy azért kell a prevencióval erősen foglalkozni, és nem megvárni azt, mikor már nagy a baj, mert nem tudjuk, hogy milyen folyamatok zajlanak a szervezetben, és van egy visszafordíthatósági határ. Na most a visszafordíthatósági határt nem tudjuk megmondani. Nincs olyan készítmény, nincs olyan készült, nincs olyan diagnosztizálás. Tehát a tudatos ember úgy éli az életét, hogy van információ, tudása, hogy mennyi hatás éri a szervezetünket naponta, fizikai, kémiai, élethelyzeti stressz hatások is. És ha ezek ellen nem teszem meg a legjobb megoldást, akkor legyőzik a szervezetünket. Nagyon szépen köszönjük, és hát természetesen, ahogy ezt önök már megszokták, ilyenkor mindig elmondjuk az elkövetkező hónapra eső találkozókat. Hát gondolom, hogy most is lesz jó pár. Igen, nagyon szépen, egyre több az igény, hadd mondjak, a legutóbbi adás után ugye egy kisebb városban volt az első, ilyen közel 50-en voltak kíváncsiak arra, hogy mit tudnak tenni a jövőkért, mert ez a módszer befektetés a jövőbe gyakorlatilag, hiszen egy mondat még, hogy amikor elfogy az egészségünk, mert nem gondoztuk, akkor jön a betegség. Tehát ez azért mondom, hogy befektetés a jövőbe, gyakorlatilag egy előtakarékosság, hogy kortól függetlenül ugyanúgy éljünk fizikailag, mint 25-30 éves korban. Jó. Legelső lesz március 11-én Kaposváron, este 6 órakor Füredi úton, 12-én másnap Debrecen, Harmóniaház, Arany János út, 2 este 6 óra, 19-e Baja, Malométterem este 6 óra, 20-án Budapesten, a 7. kerület István út 14 alatt este 6 órakor, és 30-án újra Budapesten, ez a Millennium Hotel délelőtt 10 órától lesz egy nagy rendezvényünk, ahol jön egy nagyon nagy tudós ember, és az programnak az a neve, hogy az őssejtekbe rejlő gyógyító potenciál. Valamint hadd hívjam fel a figyelmüket egy április 6-ai rendezvényre is, az pedig Veszprém Egyetem aula részében 10 órától lesz szintén találkozó. Hát kedves nézőink, azt hiszem, hogy jó sok találkozó van erre a hónapra is, aki pedig ezekre nem tud elmenni, azoktól kérem, hogy a képernyőn látható honlapot böngészszék, vagy tegyenek föl kérdéseket, amiben tudunk, biztos, hogy segítünk, de önöknek kell elhatározni, hogy egészségesek lesznek. Kedves József, nagyon szépen köszönjük. Köszönöm, és jó egészséget mindenkinek.